Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Közel két évtizede indult el Angliából az a kezdeményezés, amelynek mentén a házasságot, illetve a család szentségét ünnepeljük. A házasság hetére egyébként 2008 óta figyelünk, 11. alkalommal rendezzük meg ez évben. Magyarországon is 4 kontinens, 21 országában közéleti személyiségek, a keresztény egyház és a civil szervezetek közösen ünneplik ezt a napot, ezt a hetet. Vendégem pedig Sélei György, szexológus, tanácsadó, mediátor. És hát a házasságról beszélünk. Mielőtt azonban szót ejtenénk erről, a házasság hete programsorozatának Magyarországon Herceg Anita, a köztársasági elnök hitvese, a fővédnöke. Egy gondolatsort bevezetőül hadd idézzek tőle. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélkül szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. Folytatja Anita természetesen, de én azt gondolom, hogy ez felvezetésnek jó, ugyanakkor egy kicsit ássunk a mélyére, hiszen ez egy idillt sugall, bár hogy nem egészen tökéletes vagy a hölgy, vagy a férfi ember a házasságban, ez nyilván ez benne van. No, beszéljünk a házasság intézményéről a 21. században. Azt hiszem, hogy ez egy kivételes lehetőség arra, hogy úgy ejtsünk szót róla, hogy tehát tisztán, nyíltan és világosan. Jó lenne, hogyha tudnánk tisztán, nyíltan és világosan beszélni erről. Azt gondolom, hogy a házasság intézménye jócskán átalakulóban van az elmúlt évtizedek során, mint ahogy mi is, férfiak és nők is átalakulóban vagyunk. Ugyanakkor van a házasságnak egy nagyon erős vonala, ami örök, azt gondolom. Tehát egy ilyen furcsa kettőség jellemzi a dolgot, hogy át is alakul, meg is marad, mert azért az az örök része ennek az egész intézményrendszernek, hogy két ember úgy dönt, hogy összeköti a sorsát, és két ember úgy dönt, hogy lehetőleg élethosszig együtt marad. Ez lenne az alapállás, de hát már ez is egy eléggé idealisztikus kép, bár így lenne. Manapság nem feltétlenül van így. A századok során nagyon sokat változott. Mi magunk is tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben kötik össze templomban, de vagy akár anyakönyvezető előtt is az életüket. Mi lehet ennek az oka? Mert hogy ezzel együtt olvastam statisztikákat, egyre csökken a gyermekvállalási kedv is. Uh-huh. Kettő összefügg egymással? Elképzelhető, hogy összefügg egymással, de azt hiszem, hogy a házasuló felek mire is szövetkeznek, nagyon megváltozott az elmúlt évszázadok során. Egy jó 150 évvel ezelőtt nem elsősorban szerelmi házasságokat, hanem úgynevezett érdekházasságokat kötöttünk, ami azt jelenti, hogy a szüleink választották számukra a párt azért, hogy ez a pár az lehetőleg hosszú távon meg tudjon élni. Tehát a házasság egy nagyon erős gazdasági kapcsolat is volt két ember között, vagy inkább két család között is, ami egy nagyon-nagyon fontos eleme volt a kapcsolatnak. Ez a fajta megközelítése a házasságnak, és az, amit aztán szentesített akár az egyház, a maga a viszony, amit szentesítettünk, ez életvégéig szóló kapcsolat volt. Mára az, hogy elsősorban romantikus házasságokat kötünk, aminek más, teljesen más az alapja, aminek az alapja az érzelmi vonzódás, az érzelmi kötődés, egy sokkal labilisabb, vagy inkább egy másfajta alapot teremtett most már az együttélésre. Azt hiszem, hogy a legtöbben tapasztaljuk, hogy az érzelmek nagyon múlékonyak, és ezekre a múlékony érzelmekre alapozni egy házasságot azért nehéz, mert hogy elmúlhat az a fajta dolog, amit alapnak gondolunk, és ott marad két ember kapcsolata, ami még nagyon sok minden másról is szól. Többek között a kötelességvállalásról, a felelősségvállalásról, az egymásra figyelésről, a nehézségekről, és hát egy gazdasági közösség működtetéséről is, és nagyon sok olyan dolog jön be az életünkbe, ami nem a házasság mellett, hanem inkább a házasság ellen dolgozik. Tehát a romantika az idill, ami elmúlik, nem? Nem gondolnám, ez egy újabb területe az életünknek, ami nagyon jó, hogy bekerült az életünkbe, azért, mert gondoljuk abba bele, hogy egy olyan házasságot végigélni, ahol az a pár, akit számomra választanak, esetleg nem az, akivel szívesen élném le az életemet, nagyon nehéz lehetett. Úgyhogy az, hogy bekerültek az érzelmek is a házasságba, én ezt nem gondolnám rossznak.
inkább azt mondanám, hogy ezzel együtt, mintha elmúlt volna az a része a gondolkodásból, a közgondolkodásból, vagy ezt nem gondoljuk elég súllyal végig, hogy a házasság nem csak az érzelmekről szól, nem csak a szerelemről szól, és nem csak az érzésekről, hanem erről a bizonyos szövetségről, és gazdasági szövetségről, ami aztán a gyerekeknek a helye, a tere, az otthona, a kerete, a meleg ágya lesz, ha így veszik. Tehát ha bátran kimondjuk, hogy úgy szeretlek, ahogy egy másik embert, egy ember csak egyszer szerethet, az még nem minden. Mert az óhatatlanul is elmúlik. IQ függő, hogy a gazdasági közösség is kialakuljon két ember között egy házasságban? Azt hiszem, hogy ez inkább társadalom függő, vagy szokás függő is. Például most nem tanulunk háztartás gazdaságtant. És ha jól belegondolunk, akkor egy háztartás azért milliós értékekkel gazdálkodik. Ott van a lakás, a ház, az autóról, a nyaralóról, csak az anyagi dolgokról nem beszélve. De ami még ettől fontosabb, ott van például egy gyerek, vagy kettő, vagy három, akinek a felnevelése mindig is egy nagyon nagy anyagi feladat, de nem ennek az anyagi vonzata az, ami az elsődleges, hanem az a fajta vállalás, hogy ha ez megtörténik, ha megérkezik a gyerek a családba, akkor fel tudjuk-e nevelni ezt a gyereket, úgyhogy együtt maradunk lehetőleg, és megőrizzük azt a közösséget, azt a teret, amiben jó élni, amiben jó felnőni. Hol van a tűrés határ? Nagyon az együtt gondolkodásban. Egyre inkább korábban, vagy ugye eddig azért kitolódott. Nagyon kevés olyan válást ismerünk mi, ahol ne valami egészen szörnyű dolognak kellett történnie a váláshoz. Most már egyre inkább döntenek, ugye itt van ez a bizonyos hetedik év. Igen, szokták mondani, hogy a hetedik év a krízis. Nagyon sok minden történik a hetedik év elérkeztéig. Általában gyerekek megérkeznek, általában ez a bizonyos érzelmi hullám, ez lecsitul vagy elmúlik, és nagyon-nagyon sok mindent kell addigra egy párnak megélnie, például a közös lakhatást, vagy egyáltalán lakhatás kérdését megoldani. A pályaválasztás, vagy a pályán való elindulás szintén erre az időszakra érkezik. Aztán jönnek a gyerekek. Ez tényleg egy olyasfajta időszaka egy kapcsolatnak, ami emberpróbáló időszak lehet, és talán azért is, mert hogy könnyebbé vált a válás. Néha az is előfordulhat, hogy megalapozott indok nélkül azt mondjuk, hogy akkor inkább nem. De azt hiszem, hogy nem jó dolog együtt tartani úgy a feleket, hogyha nagyon feszül a házasság belsejében valami, ami azt jelenti, hogy a két ember nem úgy él együtt, nem úgy rendezi a konfliktusaikat, mint ahogyan az, hogy az az együttmaradás irányába mutasson. Tehát a házasság elején elindul egy harc. Harc a megélhetésért, nyilván az anyagi biztonságért, a lakásért, hogy a gyermek olyan helyre szülessen be, amit mi elképzelünk magunknak, hogy a gyermeket úgy neveljük, és a későbbiekben megkapja azt az útravalót, ahogy ma mondjuk, ami neki is javára szolgál, amit mi megálmodtunk, elképzeltünk, aztán ebből ered a sok-sok konfliktus. Az anyagi helyzet, az mennyiben függvénye ennek? Lehet szegényen is boldogan élni házasságban? Természetesen. Sőt, azt gondolnám, hogy egy nagyon nagy csapda, hogyha azt gondoljuk, hogy csak az anyagiak, amik döntenek. Hiszen nagyon sok olyan családot látunk, ahol pont azt látjuk, hogy nem az anyagiaktól függ a boldogság, és egyáltalán nem gondolnám, hogy az anyagaktól függ a boldogság. Én azt hiszem, hogy nem is a harc lenne a legjobb kifejezés, hanem a tanulási folyamat, hogy egymást tanuljuk, az együttélést tanuljuk, és valahogy ezt nem tanuljuk igazából. Tehát amikor oda kerül egy pár, hogy összekerülnek, nagyon sok mindent nem tanulnak meg előtte. Nem tanulnak meg együtt gondolkodni, nem tanulnak meg együtt problémát megoldani, nem tanulnak meg alkalmazkodni sok mindenben. Tehát sok-sok olyan dolog hiányzik a társas készségekből, a szociális készségekből, ami, vagy talán nem tanuljuk elég mélyen, vagy elég célra vezetően, vagy elég céltudatosan ezeket a dolgokat, amik nagyon-nagyon komolyan hathatnak egy házasságra. Ez készség vagy képesség? Ezeket megtanulni? Azt hiszem, hogy is, hiszen mindenképpen van sok olyan dolog, amit hozunk magunkkal, ami a karakterünkből adódik, és nagyon sok olyan dolog van, ami tanulható hozzá, ami csiszolható, ami alakítható, és ezzel sem törődünk igazából, hiszen még csak most kezdődött el az időszak a kultúránkban, amikor az önfejlesztéssel, a kommunikációval, egyáltalán a probléma megoldással úgy kezdtünk el foglalkozni, hogy felismertük, hogy ezzel kéne foglalkozni.
Mert hogy azért régen ne felejtsük el, hogy az, hogy egy házasság létrejött, az egy olyan szinte felbonthatatlan kötelék volt az emberek között, amiben muszáj volt együtt élni, akkor is, hogyha nem esett jól az együttélés. De mára már fontossá vált az is, hogy tudunk-e együtt élni ebben a kapcsolatban. Szexualitásról kell, hogy szó essék. Ez az alapja mindennek. Tetszik, nem tetszik. Vagy inkább azt gondolnám, hogy a házasság egy olyan különleges kapcsolat, amiben a szexualitás nagyon erősen benne van, mert hogy a gyerekeink ebből származnak. A házasságkötésünk előtti időszakra gondolok. Hát nyilvánvaló, hogyha egy gyönyörű társat úgy találok én, ha vonzódom hozzá mindenféle értelemben. Uh-huh. Fejben, szexuálisan, testi-lelki közösségről beszélünk. Na és itt jön az a kérdés, hogy vajon mennyire tökéletes is egyáltalán egy rendszer, mert hogy mi magunk sem biztos, hogy tökéletesek vagyunk, tökéletlenek is vagyunk, és valahogy ezt össze kéne igazítani. És szexuális oldalról nézve például egy nőnek meg a férfinek az igényeit, az elképzeléseit, a kultúráját, a családból hozott sok mindent, amit egyáltalán hozunk magunkkal, amiről miután nagyon keveset beszélünk, nagyon kevés tere van annak, hogy az ezen a területen adódó kérdéseket, még nem is feltétlenül problémákat, de kérdéseket egyáltalán beszédtémává tegyük például. Ez még mindig hiánya a kultúránknak, és bizony ez nagyon komoly problémákat tud okozni. Igen, én emlékszem még rá, a magyar ifjúságban ugye a szexológus válaszol rovat. A legnépszerűbb volt, mint ahogy a Nőklapjában is, bár én a Magyar Ifjúságot olvastam, és azt mondom, hogy ennek idestova 40 esztendeje. És akkor az egyik fele a fiúknak és a lányoknak is ott vihogott egy jót, a komolyabb része pedig elgondolkodott rajta, hiszen a szituációt kezelni kellett valamilyen szinten, a viccen felül is. Ma a szexológusnak milyen szerepe van abban, ha hozzáfordulnak, hogy egy-egy házasságon belül, vagy akár még a házasság előtt is válaszoljon fajsúlyos kérdésekre? Bár az lenne, hogy a házasságkötés előtt is leülnénk beszélgetni ezekről a dolgokról, mert hogy elképesztően nagyon sokat nem tudunk egymásról. A férfiak a nőkről, a nők a férfiakról, a két nem együttműködéséről, az ebből adódó ezerféle dologból, amit érdemes lenne összehangolni, érdemes lenne tanulni egymást, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Nagyon jó lenne, hogyha sokkal többet tudnánk erről beszélgetni akár, még házasságkötés előtt. Egy rosszul sikerült szexuális aktus, vagy egy rosszul működő szexuális kapcsolat nagyon-nagyon fájó része lehet egy kapcsolatnak. És ezen lehetne javítani, lehetne változtatni. Mi a trend mostanában, amikor a házassági tanácsadásról beszélünk? Egyáltalán létező fogalom ez? Hiszen ahogy az imént említetted, például nem tanulunk háztartástant, vagy akárhogy nevezzük. Ha jól tudom, akkor létezik jegyes oktatás például, ami arról szól, hogy a jegyesek, ez az egyházak csinálják az jegyes oktatást nagyon gyakran, ami azt jelenti, hogy megpróbálnak egy kis kaput nyitni arra, hogy miről is szól egyáltalán az egész házasság. A szexualitás viszont nem biztosan erőteljes része, még a jegyes oktatásnak sem feltétlenül, mert hogy ez egy olyan téma, ez a tabu téma, ami azt szokták mondani, hogy ha jól működik, akkor az összességnek a 10%-át adja, ha meg rosszul működik, akkor az összes 90%-át rontja. Szóval ez, hogy ha lehet, akkor még időben is, ha lehet gyerekkortól kezdődően beszélgessünk ezekről a dolgokról, és információt nyerjünk nem csak a két ember kapcsolatáról, hanem általában a nemek működéséről például, ez egy nagyon fontos eleme lenne a tanulásunknak. Nincsen egyébként, tudomásom szerint legalábbis nincsen semmiféle olyasfajta felkészítő, ha így tetszik, ami arról szólna, hogy hogyan lehet ebben a vonatkozásban felkészülni egy jól egy kapcsolatra. Nos, tehát férfi és a nő házassága után válság van. Mit kezd a válsággal egy házaspár mostanság 2018-ban? Hallgat. A válságról... És gyűlik a feszültség? Igen, igen. Általában a feszültségek, főleg ami a szexuális problémák okozta feszültségeket illeti, általában csendesek vagyunk, nem beszélünk, mert hogy félünk, vagy nem tudunk ezekről a dolgokról beszélni, és gyakran éveken keresztül meglapulnak olyasfajta problémák a mélyben, amik mérgezik a kapcsolatot, vagy mérgezhetik a kapcsolatot. Úgyhogy általában, mire ezek a gondok kipattannak, addigra már jócskán évek telnek el,
És ezt teszi talán különösen nehézé ezeknek a helyzeteknek a javítását vagy a változtatását, mert hogy nem csak, hogy rossz vagy egy nem jól működő kapcsolatban élünk, hanem ezt gyakoroljuk igazából, ami nagyon sokban a másik emberhez való viszonyulásunkat, az élethez való viszonyulásunkat is meg fogja határozni, és hogyha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor sajnos ezt az alapállást fogjuk magunkénak érezni. Tehát hazudunk önmagunknak egyik oldalról, hazudunk kifelé, hazudunk magunknak, testben, lélekben, szemérmesek vagyunk, és álszentek egyszerre. Talán vagy nem a hazugság szó lenne erre a legjobb kifejezés, hanem inkább a bizonytalanság, hogy amikor az ember azt érzi, hogy nem ért, azt érzem, hogy nem jó, de nem tudom, hogy mit csináljak, nem tudom, hogy javítsak rajta, nem tudom, hogy most mi legyen ezzel a helyzettel, van-e valakihez, akihez tudok fordulni például. Ezek mind olyasfajta bizonytalanságok, amik, ki az, aki szeret a bizonytalanságairól beszélni? Manapság ez nem igazán divat. Inkább arról beszélünk, hogy mi az, ami jól megy, mi az, amiben ügyesek vagyunk, de az, hogy valami nem sikerül, ezt annyira nem nagyon szeretjük kitárni. Tehát van inkább egy ilyen, ez a bizonytalanság azt hiszem, ami egy fontos elem ennek a helyzetnek, és aztán ez a bizonytalanság, miután nem tudjuk megoldani esetleg a helyzetet, elkezd egy ilyen önváddá, vagy a másik fél irányába történő vádaskodásra alakulni, mert te ilyen vagy, vagy mert én ilyen vagyok, és egyik sem jó. Mert hogy ez nem feltétlenül a két emberről szól, hanem a köztük levő viszonyról is szólhat, és elképzelhető, hogy a két emberrel semmi baj nincsen, csak nem tudjuk összehangolni őket. A gyermek születése mennyiben változtatja meg a házasságban élőket? Nagyon gyakran nagyon. Ugyanis a gyerekvállalás nagyon sok, nagyon új helyzetet teremt, és a gyerekvállalás az, amikor a harmadik vagy a negyedik érkezik meg egy párkapcsolat központjába, mert ugye a férfinő mellé vagy közé, és egyáltalán nem mindegy, hogy hova érkezik a gyerek, nagyon sok módon alakulhat át a kapcsolat, ráadásul megint csak egy olyan helyzettel állunk szemben, amit a legtöbben még előtte nem próbáltunk, tehát ez egy teljesen új helyzet, és a gyerek érkezése nagyon felborítja a két ember addigi viszonyát. És ennek a helyzetnek erre a való felkészülés, illetőleg az ezzel a helyzettel való megbirkózás, ez szintén ugyanolyan tanástalan környezetben megy végbe, mert hogy most még az sincsen, mint régebben volt, ahol amikor együtt éltek a családok, és több generáció élt együtt, akkor valamiféle mintaátadás azért zajlott. És nem mondom, hogy ez egy teljes egészében jó volt, de azt gondolom, hogy legalább volt valamilyen minta. Igen, a nagypama elmondta az unokájának adott a nagymama szexuális dolgokban sem nagyon mondott az unokájának semmit egyébként, és azt hiszem, hogy az, amit talán láttak a családban, hogy egy adott családon belül a gyermek érkezéssel kapcsolatban hogyan rendeződnek a helyzetek vagy a problémák, de szóval én most azt gondolom és azt érzem, hogy a gyerekvállalás olyan mértékben egy nagy vállalás a családok számára, ráadásul azt ne felejtsük el, hogy maga a gyerek fogalma kicsivel több mint 100 évre tekint vissza, olyan szempontból, hogy a gyerek mint entitás jelent meg a családon belül, és nem kis felnőttként kezelik, és nem, nem mondom, hogy lényegtelennek, hanem inkább azt mondanám, hogy talán most a gyerek fogalma, a gyerek hangsúlya a családon belül nagyon-nagyon megnőtt. Nézzük csak meg, hogy a gyerekvállalás mellé mennyi minden adódik hozzá, hogy hova születik, hogy milyen lesz a gyerek kocsija, hogy a ezernyi dolgot lehet a gyerek mellé odasorolni, és néha az az érzésem, hogy például arra nem figyelünk oda, hogy a kapcsolattal mi történik akkor, amikor egy gyerek megjelenik. Hogy meg tud-e maradni például egy nagyon-nagyon fontos elem ennek az időszaknak, az, hogy egy nő például, amikor gyermeket vállal, és amikor aztán szoptatja például a kicsit, akkor nagyon-nagyon erősen a gyerek felé kell fordulnia. Kibírja-e például egy férfi azt, hogy nem ez történik esetleg, hogy ő a központja ennek a kapcsolatnak. Tehát ez a fajta nagyon erős hangsúly áthelyeződés, ez, hogyha a férfi támogatása mellett történik, aki megérti és elfogadja ezt a helyzetet, akkor a nő ebből erőt és energiát kaphat. De hogyha ez nem így történik, akkor megbillen ez a hármas, és kialakulnak a kettesek, és lesz esetleg egy gyerek, meg az anyakapcsolat, és kizáródik, vagy kívülreked ebből a férfi, ami nagyon gyakori jelenség. De olyan is van, amikor fordítva történik, hogy egy
férfi lesz szerelmes szinte a gyerekébe, igen, és nem vesz észre az asszonyt, vagy a feleségét, akit azt gondolom, hogy a gyerek születés után újra vissza kéne avatni nővé, mert hogy az anyaság, meg a nőként való funkcionálás, mint szexuális lényként való funkcionálás, ez két teljesen különböző üzemmód. A társadalom miként kezeli ezeket a problémákat? Gondolok itt elsősorban, nem a konfliktus kezelésre gondolok, hanem amikor már megtörténik a baj, én bajnak azt nevezem, amikor az együttlét megszűnik mindenféle értelemben, tehát következik a válás, a külön élés. Uh-huh. Ezt hogy tudjuk mi kezelni? A válással nem feltétlenül jár együtt a különélés. Tehát van olyan is, amikor az elvált felek kényszerűségből még mindig együtt maradnak. És olyan is van, hogy valakik elválnak, és aztán rájönnek arra, hogy nem jó, mert hogy mégis inkább együtt lennének. A válást is most tanuljuk igazából, és nem egy szerencsés dolog a válás, én azt gondolom. Főleg a házasság hetében erről beszélni, de igen, szükséges, ha évet akarunk adni a történetnek. Uh-huh. A válás azt hiszem még mindig kényszer megoldás, ami azt jelenti, hogy egy olyan helyzetet nem tudtunk jól kezelni, nem tudtuk jól megtanulni egymást, a helyzeteket kezelni, aminek szinte óhatatlanul az az érménye mind a két fél számára, vagy a három, meg a négy számára, hogyha gyerekek is vannak, hogy kudarc az, amit megérünk. És a kudarc kezelés szintén egy nagyon nehéz helyzet. No, még egy rövid gondolat. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásban elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ugye, ez Herceg Anita mondta úgy szintén. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén. Ez egy gyönyörű mondat megint csak. És nyilvánvaló, hogy azt mondom, hogy az idilt sugallja minden házasságban. Ha viszont már megtörténik a baj, akkor a tanácsadó mire törekszik elsősorban? Arra, hogy a feleknek egy olyasfajta segítséget adjon, amiben a felek ki tudnak dolgozni egy olyan alapállást, amiben a már elég jó kapcsolat, mint alapszint megjelenik. Nem a maximalizmusra és nem az idealisztikus állapotokra törekszünk, és ebből lehessen tovább építkezni. Mert hogy az építkezés egy nagyon fontos elem ennek az egész történetnek, a válás felé tartó kapcsolatban nem építik egymást a felek, hanem rombolják egymást a felek. Tehát az egy nagyon jó alapállás már, hogyha a felek odáig eljutnak, hogy nem rombolják egymást, és talán innentől már el lehet indulni afelé, hogy esetleg észrevegyék egymást újra, és valamiféle hidakat építsenek egymás felé. Hosszú az út. Nyilvánvaló, de nem találtak ki még jobbat. Igen, azt hiszem, hogy ez így van. És hát ennek tüprében köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én házasságpárti vagyok mindenféle értelemben, mert hogy én azt gondolom, hogy a férfi és a nő összetartozik. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és ez ne csak házasság hetében kerüljön szóba, hanem én azt gondolom, itt lenne az ideje, hogy felelősségteljesen beszélgetni erről, nem kibeszélni, hanem beszélgetni erről, hiszen van probléma bőségesen. De vannak nagyon jó tapasztalatok. Viszont vannak is, azokat nagyszerű tapasztalataink, és azt hiszem, hogy a házasság hetében ezt talán kedves nézőink is megélik, megértik. Ezt kívánom mindnyájuknak, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. És önöknek is, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!